Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Fejlesztésbe kezd a Tettye Forrásház, megújul a szennyvíztelep, a vezetékrendszer. Megújult szabad strandokkal készülnek a nyára, 5 település mintegy 1,5 milliárd forintból fejleszthet. Fejlesztés, elkészült a Szekszárdi Vigant téri rendelő felújítása. Várják a vásárlókat, mintegy 500 millió forintból újult meg az uránvárosi piac. Teljesen megújul a Tettye Forrásház Pellérdi úti szennyvíz telepe egy most indult beruházásnak köszönhetően, mintegy 8 milliárdot fordítanak arra, hogy a jövő előírásainak is megfelelő, nagyobb tisztaságú, tisztított víz kerüljön vissza a természetbe. Ezen kívül megújul a vezetékhálózat is, mintegy 11 milliárdból. A munkálatok pénteken kezdődtek a pécsi vízszolgáltató szennyvíz telepén. Drónfelvételek a Tettye Forrásház Pellérdi úti szennyvíztelepéről. Jelenleg így néz ki a létesítmény. Azonban most egy nagy beruházásba kezdenek, jelentették be pénteken. 11 milliárd az a víziközmű hálózatnak a rekonstrukciós munkálatairól szól, és ez a mai már megkezdett, de valójában az építési munkálatok mai napon elkezdendő szennyvíztelep fejlesztés pedig 8 milliárdos fejlesztést jelent. Ez összességében tehát nagyjából 20 milliárdos rekonstrukció és fejlesztést hoz. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak. 2021. októberére készül el a korszerűbb szennyvíztelep. A szennyvíztelepre éves szinten durván 8,5 millió kilogramm szennyezőanyag érkezik. Az eddigi technológia is tisztította ennek durván a 96%-át, ehhez képest a kibocsátás 50%-kal fog csökkenni. Ez az egyik érdeme ennek a rendszernek, a másik viszont a stabilitása lesz. Most ugyanis még a csapadékvíz miatt a napi mennyiség duplája is érkezhet egy-egy eső után. Ez a fejlesztés után nem okoz majd gondot a telep működésében. A jövőben szigorodnak a szennyvíztisztítási előírások, vagyis tisztább vizet lehet majd visszaengedni a természetbe. Ezt az új telep létesítésével tudja teljesíteni a Tettye Forrásház. Mintegy 1,4 milliárd forintot nyert Balatonboglár, Fonyód, Balatonlelle, Balatonfenyves és Balatonmária fürdő szabadstrandjaik fejlesztésére a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán. Az érintett 5 településen családbarát szolgáltatások lesznek, bővítik a vízi attrakciókat és a sportolási lehetőségeket, de megújulnak a vízes blokkok is. Balatonboglár 6 szabad strandjára 400 millió forintot tudnak fordítani, a fejlesztések pedig sokrétűek lesznek. Itt a Platán strandon is például egy lidós partszakaszt fogunk kialakítani a gyerekek örömére, de sok utcabútor megújulhat, illetve a vizes blokkok átalakítása is a gyerekbarátságnak fog megfelelni, de egy világítás technika és hát sok minden olyan játszó elem bekerülhet a pályázat nyomán a strandra, aminek nagyon fognak örülni. A Balatonnál a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának köszönhetően újulnak meg a szabad strandok. A nyertesek között van Balatonboglár mellett Balatonlelle, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonmária fürdő is. A rendelkezésre álló 3 milliárd forintból ez az 5 település, Lelle, Boglár, Fonyód, Fenyves és Balatonmária fürdő összesen mintegy 1,4 milliárdból fejlesztheti a szabad strandjait. Ez nagyon sok ilyen partszakasz felújítását jelenti, nem településenként nem csak egy strand újul meg. A fejlesztéseknek köszönhetően családbarát szolgáltatások lesznek, bővülnek a vízi attrakciók és a sportolási lehetőségek is az adott települések szabad strandjain. Sétányok, futópálya, világítás, játszótéri játékok, családbarát létesítmények, mindenkinek sikerült azt hiszem megtalálni azt a fejlesztési célt, ami leginkább szolgálja az odaindulók pihenését. A beruházások idén június végére készülnek el, így a fejlesztések eredményét már ezen a nyáron élvezhetik a strandolók a dél-balatoni településeken. Befejezték a Szekszárdi Vigant téri rendelő felújítását. A beruházás, ami részben topos forrásból valósult meg, több mint 8000 beteg kezelését könnyíti meg.
sokkal gördülékenyebben megy a munka, sokkal jobban szeretnek a páciensek ilyen modern környezetbe jönni. Ezért is örül a rendelőben dolgozó egyik orvos, hogy az épületet teljesen felújítatta az önkormányzat. A rendelő 90 millió forintos fejlesztéséből több mint 72 millió forintot topos pályázaton nyert el a város. A többit saját költségvetésből fizették. Az épületet kívülbelül korszerűsítették, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Szekszárdi vállalkozók végezték el a munkát, illetve ami nagyon fontos, hogy napelemeket szereltünk fel, és ez pedig a jövőbeni működtetés szempontjából lesz nagyon lényeges. Nyilván a szigetelés is sokat fog számítani, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen az a két napelem ellátja a teljes orvosi rendelőnek az energia szükségletét. Emellett a mozgássérültekre is gondoltak. A rendelőt teljes mértékben akadálymentesítették, berendezéseit lecserélték, valamint a költséghatékonyság céljából napelemmel is ellátták az épületet. Közel 8000 beteg körzetét látja el tulajdonképpen ez a rendelő, és ez azért fontos, mert azt szeretnék, hogy a szexáriak számára, ha már kénytelenek igénybe venni ezt az alapegészségügyi ellátást, vagy a egészségügyi ellátást, akkor ezt jó körülmények között tegyék. A városban nem ez volt a közelmúlt egyetlen hasonló fejlesztése. Korábban az önkormányzat a Kandó-Kálmán és a Mikes utcákban is felújította a rendelőket. A Kölcsey rakótelepen pedig most is zajlanak hasonló munkálatok. Mintegy 500 millió forintból újították fel az uránvárosi piacot. A létesítmény pénteken nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. A korábbi árusok mindegyike visszajött. Korszerű környezet várta az eladókat, az árusítóhelyeket pedig saját mosdóval szerelték fel. A vásárlók és az árusok egyaránt örülnek a piac nyitásának, többek szerint azonban gondot okoz a parkolás. Teljesen megújult az uránvárosi piac és környéke mintegy 500 millió forintból. Az árusok már javában készülődnek, a portékák egy része már csütörtökön bekerült az elárusító helyekre, hogy pénteken már zavartalanul szolgálhassák ki a vevőket. Már az első nap több visszatérő vásárló kereste fel a piacot. A gyönyörület, sokkal többen fognak ide jönni, nem lehet megállni. Tehát ez, nem mit mondod, itt meg kéne oldani a parkolás valahogy. Reméljük, hogy nem ez születős. Az új parkolóhelyek, bár rendezettebbé tették az utcát, nem szolgálják ki az ideérkezők igényeit, mondják a vásárlók. Ebben az üzletben már 47 éve kínálnak friss hústermékeket. Gombai István tulajdonos azt mondja, szép, egységes kinézetet kapott az üzletsor, ám a parkolási lehetőség valóban problémás. Sajnos parkolási gondok vannak, azt talán önök is látják, hogy kevés a parkoló. Ez egy nagyon nagy probléma. Ugye egyébként meg vagyunk elégedve mindennel. Keresnek is bennünket sokan a régi vásárlók, és kellemes, szépek az új boltok. Az üzletsor melletti piactér szintén teljes körűen megújult. Szekeres Árpádné Erzsike már 21 éve ezen a helyen árusítja a 100%-ban magyar termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket. Nagyon örülünk, mert nagyon sokáig ígérgették, hogy felújítják a piacot, de mégse csinálták meg. Most végre elkészült, kultúrát, nagyon szép. Én örülök nagyon. Ennyit tudok. Utcát feljavították, tényleg jó. Végre elkészült, és örömmel árulunk, és remélem mindenki visszatér. Mert azért egy év eltelt, de azért nem baj. Az a lényeg, hogy készen van. A fedett csarnokban emellett különböző kézműves termékeket is árusítanak. A piac üzemeltetési vezetője stábunknak elmondta, az elmúlt időszakban már nagy érdeklődést mutattak a vásárlók és az árusok egyaránt. Minden bérlőnk az visszajött, és ennek nagyon-nagyon örültünk, mint a Pécsi vagyonhasznosító, hogy mindenki megtalálta a számítását, nagyon boldogok voltak a bérlők, hogy egy teljesen felújított, korszerű bérleményeket kaptak, és hát hogy saját mosdó, illetve illemhelységeik vannak, ami nagyon megkönnyít az ő saját munkájukat. A piactér mellett még épül egy kisebb faépítmény. Itt a már régről jól ismert Hajnóci piac gíroszosa fog helyet kapni, amint elkészül az épület. Hétfőtől péntekig reggel 6-tól délután 5-ig, szombaton 6-tól 2-ig tart nyitva a piac, vasárnap pedig a korábbi gyakorlatnak megfelelően zárva tart, míg a csarnok mellett található üzletek nyitvatartása egységenként változó. Benyújtotta a népszavazási kezdeményezését az ÖPE hétfőn délután a pécsi jegyzőnél. A helyi választási iroda vezetője, a város jegyzője, ezért nála kell beadni a népszavazásra szánt kérdést a törvény szerint.
Az Összefogás Pécsért Egyesület azt szeretné elérni, hogy ne épülhessen semmilyen létesítmény a város közigazgatási határain belül, ami az uránbányászatot segítené. Mint ismert, egy magáncégnek jelenleg is folyamatban van egy környezetvédelmi kérvénye arra, hogy urán után kutasson. Ezt követően pedig bányát nyitnának. Az ÖPE ezt szeretné megakadályozni kezdeményezésével. Kisebb kísérettel, egyesület kérem ezért, de hogy legyen dokumentálva. Pécs városi jegyzőjénél, mint a helyi választási iroda vezetőjénél nyújtotta be népszavazási kezdeményezését az ÖPE hétfő délután. 5 napja van a választási iroda vezetőjének a formai ellenőrzésre, és 30 napja a választási bizottságnak a kérdés érdemi megvizsgálására, ami alapján ugye jóváhagyja, vagy megtagadja a jóváhagyást. Tájékoztatta a képviselőt Lovász István jegyző arról, hogy mi fog történni a kérelem beadása után. A kérdés egyetérte ön azzal, hogy Pécs megyeugváros önkormányzat közgyűlése Pécs megyeugváros helyi építési szabályzatát és szabályzási tervét úgy módosítsa, hogy a város közigazgatási területén belül uránbányászathoz és uránérc kitermeléshez kapcsolódó építmények és műtárgyak létesítését megtiltsa. Ez szerintem elég egyértelmű. Erre a kérdésre kell válaszolni a referendumon, ha azt a választási bizottság helyesnek találja. Ezután kell még a pécsiek 10%-ának, mintegy 12 ezer embernek a támogató aláírása, hogy kötelezően kiírják a népszavazást. Ha minden rendbe megy, várhatóan az őszi önkormányzati választásokon kerülhet erre sor. Kővári azt mondja, az uránbányászatba kezdő magáncég nem mondott le tervéről. Jelenleg engedélyre vár, hogy kutatófúrásokba majd bányászatba kezdjen. Ez a tevékenység Pécsnek nem hoz hasznot, csak az urán egészségkárosító hatását növeli, valamint az élő környezetet teszi tönkre. A korábbi bányászat károkozásának helyreállítása eddig 40 milliárdba került, nem beszélve a megbetegedett és elhalálozott egykori bányászokról. Ezért kell idejében megakadályozni az újabb bányanyítást, aminek leghatékonyabb eszköze a népszavazás, mondta Kővári János. Nagyadózók számára tartott, fogadással egybekötött fórumot a Paksi önkormányzat. Az eseményen azon vállalkozások vezetőit köszöntötték, akik a város legjelentősebb összegű adóját fizetik. Az önkormányzat tavalyi bevételének közel 64%-át a helyi adók biztosították, mondta el az eseményen Szabó Péter polgármester. Nagyadózói fórumon köszöntötte Szabó Péter azoknak a vállalkozásoknak a vezetőit, akik a legjelentősebb összeggel járulnak hozzá a város adóból befolyt bevételeihez. Az eseményre meghívottakat a városvezető többek között arról tájékoztatta, hogy a 2018-as költségvetés közel 64%-át, azaz 7,5 milliárd forintot a helyi adók tették ki. Ezeknek a közhatalmi bevételeknek, tehát ennek a 7,5 milliárd forintnak a 64%-a az az iparűzési adóból származik, 33%-a az építményadóból, 1,4%-a a gépjárműadóból és a kommunális adóból, és a maradék 1,4%-a pedig a különféle telekadókból. Szabó Péter elmondta, hogy az adóból befolyt összeg mértékének köszönhetően hitelfelvétel nélkül zajlik a város vezetése, illetve széles körben tud megvalósítani önként vállalt feladatokat. A város vezetés továbbá ennek köszönheti az intézményhálózat és az egészségügyi ágazat magas színvonalú fenntartását. A költségvetésünknek a 20%-át közel 2,5 milliárd forintot tudunk fordítani az intézményhálózatunk fenntartására és működtetésére, de ugyanilyen jelentős összeggel tudunk hozzájárulni akár az egészségügyi ágazatnak a fenntartására, itt gondolok alapvetően a Paksi Gyógyászati Központnak a működtetésére, amelyhez Paksváros önkormányzata az OEP finanszírozáson kívül 600 millió forinttal tud hozzájárulni. Szabó Péter köszönetét fejezte ki a nagyadózók felé, és hangsúlyozta, hogy továbbra is számítanak támogatásukra. Jó érzés azt, hogy tiszta a városunk, folyamatosan az utcák felújulnak, tereket újítanak fel, játszótereket, ez természetesen egy nagyon jó dolog. Hát ez az unokáinknak, gyermekeinknek természetesen egy nagyon jó, és hát használják is ezt a gyerekek. A városvezető beszámolóját Cseke Klára tanítványának Kovács Alíz műsora követte, aki énekhangjával varázsolta el a közönséget.
A lakosság segítségét várja a szekszárdi önkormányzat. A város megkezdte a tulajdonában lévő közutak kátyúinak a feltérképezését. Hogy az akció minél hatékonyabb legyen, a helyiek e-mailben jelezhetik, ha kátyút látnak a városban. Nagyot döccen a kis terautó a szekszárdi Fürdőház utcánál. A tél fagyos csapadékos időjárása megtette a hatását. Megjelentek a megyeszékhely útjain az autósok legnagyobb ellenségei, a kátyúk. Megadtunk egy e-mail címet, a misak@szekszard.hu e-mail címet, ahol ezeket a jelzéseket meg lehet tenni. A városnak minden év tavaszán nagy feladatot jelent ezeknek az úthibáknak a felmérése. Bár a munkákra az önkormányzat szerződött egy céggel, a hibák jelzésére most helyieknek is lehetőséget biztosítanak. Az önkormányzatnál azt kérik, hogy aki levelet küld, mindenképpen írja bele az e-mailbe, hogy a kátyút a város melyik utcájában, melyik házszámnál találta. Színes festékkel jelölték meg a szakemberek ezeket a kátyúkat. Az ilyen úthibákat már nem kell bejelenteni az önkormányzatnak, ezeket hamarosan elkezdik kijavítani. A város hiba bejelentő címe még csak néhány napja él, de már most is több bejelentés érkezett. Hétvégén ment ez a felhívás ki a lakosság felé. Az eltelt 2-3 napban 10 darab ilyen bejelentés érkezett hozzánk, de szívesen várjuk továbbra is jelzéseket. A kátyúzást a tervek szerint áprilisban kezdik el, és 3 ütemben májusig végeznek a munkálatokkal. A Tolna megyei falvakban 76 ezer forintos átlagos négyzetméter áron kínálják a családi házakat egy felmérés szerint. Ezzel az adattal Tolna az ország legolcsóbb megyei közé tartozik. Az 5 ezer fő alatti kistelepülések ingatlan piacának fellendülését a falusi csoktól várják a szakemberek és a helyiek is. Élénk sárga tábla hirdeti, hogy eladó ez az őcsényi ház. A településen jó néhány ingatlant kínálnak jelenleg eladásra, az árak pedig vegyesek. Akad 54 ezer forintos négyzetméter áron hirdetett ház és 297 ezer forintos négyzetméter áru ingatlan is. Sió-Agárdon mindössze 2 házat kínálnak eladásra jelenleg. Gerő Attila, a település polgármestere azt mondja, Szekszárd közelsége miatt kapkodják el a házakat. A településen folyamatosan emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt években. A polgármester szerint még több család költözik majd Sió-Agárdra a falusi csok megjelenésével. Változó ugye a minőségtől függően. Én azt mondanám, inkább érzékeltetni, ami pár éve, egy 5-6 éve, mondjuk 6 millió környékén volt piacképes, az most 10 fölött van. Ám ez a 100 ezer forint körüli négyzetméter ár még mindig jócskán elmarad az országos átlagtól, ami 129 ezer forintot jelent az 5 ezer fő alatti kistelepüléseknél. Mint ahogy Decsen is jóval olcsóbbak a házak, mint az országos átlag, itt még alacsonyabbak az ingatlanárak, mint Sió-Agárdon, pedig mindkét település ugyanolyan távolságra fekszik a megyeszékhelytől. Egy felmérés szerint Tolna megye az ország legolcsóbb megyéi közé tartozik, ha a kistelepülések lakóingatlan piacát nézzük. A megyében 76 ezer forintos átlagos négyzetméter áron kínálják a családi házakat. A falusi csok hatására megindulhat a felzárkózás a kiemelt megyék árszintjéhez. Ez azt jelenti, hogy az érintett Tolna megyei 5 ezer fő alatti kistelepüléseken jelentősen drágulnak majd az ingatlanok. Szakítani kell a dobdel kultúrával a klímavédelem és a fenntartható fejlődés érdekében, hangsúlyozta Áder János Kaposváron. A köztársasági elnök a fenntarthatósági klímahét keretében tartott rendkívüli tanórát az Eötvös Loránd műszaki szakgimnáziumban. A programhoz minden eddiginél többen, mint egy 1500 iskola és 350 ezer hallgató csatlakozott. Szakítani kell a meglehetősen régi közgazdasági szemlélettel, ami a kitermeljük, feldolgozzuk, rövid ideig használjuk, majd eldobjuk. Logikájára épül. A hulladékot nem szemétként kell kezelni, hanem újrahasznosítható alapanyagként. Erről is beszélt Áder János Kaposváron. A köztársasági elnök a rendkívüli tanórán hasonlóan nagy problémának nevezte a mértéktelen erdőirtást és széndioxid kibocsátást, amely a klímaváltozást tovább gyorsítja. Ennek hatását hazánkban is érezhetjük. Magyarországon tavaly bár hőmérsékleti rekordok nem dőltek meg, de Magyarországon az átlaghőmérséklet 2,5 fokkal volt már magasabb a korábbi évek átlagánál, példa nélkül, ilyen nem volt példa sohasem, 18 volt az első esztendő.
És arra sem volt példa, hogy 33 napon keresztül tartson egy hőhullám. A kaposvári Eötvös Loránd műszaki szakgimnáziumban tartott rendkívüli tanórán elhangzott, az elmúlt 100 évben kétszer annyi állatfaj halt ki az emberi pusztítás miatt, mint az ezt megelőző időszakban összesen. Emellett egyes kártékony fajok pedig túlszaporodtak. A poloska hihetetlen mértékben felszaporodott, a kullancsoknak a felszaporodása, a fertőzött kullancsok számának gyarapodása, a harlekinkatisz, ez mind, és aztán ennek jönnek még be tigris szúnyog és egyebek, amelyek korábban nem voltak, vagy nem ilyen mennyiségben voltak. Áder János azt hangsúlyozta, fontos, hogy a nemzeti kormányok jogi eszközökkel szabályozzák a cégek által kibocsátott szennyezőanyag mértékét, de a felnövekvő generációkon is sok múlik. Több mint 1500 iskola regisztrált, 350 ezer hallgatóval. Azt gondolom, hogy ez egy igen jelentős szám. Idén minden eddiginél több intézmény csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez. Ugye itt Kaposváron majdnem mindenki szelektíven gyűjti a szemetét, mert van külön kukánk erre. A fiatalok között egyre többen vannak, akik tudatosan figyelnek a környezetükre. A legkisebb dolgokban is megnyilvánulhat, például a vízzel való spórolás, ugye. Ide beletartozik az, hogy esetleg fogmosásnál, vagy különböző tevékenységeknél lezárjuk ugye a csapot. Ezen kívül pedig az árammal is lehet takarékoskodni. Az egyhetes programsorozaton az iskolákban a környezettudatos életmódra hívják fel a fiatalok figyelmét. Idegennyelvi, számítástechnikai és iparági oktatás. Többek között ezek a területek szerepelnek a nyitott tanulási központ programjai között. Az országos hálózat Pécsen is működik, ahol 20-30 órás felnőtt képzések indulnak. Itt ingyenes, azonnal használható, versenyképes ismeretekre tehetnek szert a 16 és 65 év közöttiek. Pécset is létrehoztak egy nyitott tanulási központot. A hálózat országosan már 52 helyszínen van jelen. A program keretében különböző felnőtt képzésekben vehetnek részt a 16 és 65 év közötti lakosok. Országszerte már 9000-en jelentkeztek a meghirdetett programokra. Pécsen is nagy az érdeklődés, és az utóbbi időben a program abba az irányba is elindult, hogy a vállalkozások felé nyissunk, és partnerséget kezdtünk el építeni itt a helyi vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal is, tehát szeretnénk a jövőben akár a cégeknek a telephelyére is elvinni ezeket a képzéseket. Ezért is csatlakozott a programba a Baranya megyei vállalkozói központ. A képzések 20-30 órát vesznek igénybe, ahol a felnőttek különböző szakterületek alapjaival is megismerkedhetnek. Nem feltétlenül arra gondolunk, hogy klasszikus képzési modellben kell ilyenkor gondolkodni, hanem a dolgozóknak a hozzáállását, a munkához való hozzáállását, a kompetencia típusú képzéseket is figyelembe vehetjük ilyenkor, hiszen azt nem feltétlenül tudjuk megmondani, hogy egy vagy két év múlva ki mit fog dolgozni, vagy a munkaerőpiacnak milyen típusú végzettségre vagy szakmára lesz szüksége. Így a képzések során arra is felkészítik a vállalkozókat és a munkavállalókat, hogy évek múltán is tudjanak alkalmazkodni az adott piaci környezethez. Nem éri el az évi fél kilogrammot az egyfőre jutó hazai vadhúsfogyasztás, ezért ennek az egészséges élelmiszernek a népszerűsítését kezdte meg az Agrárgazdasági Kamara és a Vadászkamara. Szerdán Pécsen tartották az első promóciós akciót, ahol kiderült, megyénkben több mint 1 millió kilogramm vadhús kerülhetne az asztalra, de ennek csak a töredékét fogyasztják el a magyarok. Fogyasszunk több vadhúst, ezt akarja elérni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak a baranyai szervezetek, akik szerdán indították a promóciót. Nagyon egészséges az emberi táplálkozásnak, nagyon fontos lenne, hogy ezt több ember meg tudja kóstolni és tudja fogyasztani. Egy évben átlagosan 0,4 kg-ot, 40 dekogramot fogyasztunk mi magyarok, és annak ellenére, hogy Magyarország egy vadászati nagyhatalomnak számít, ugyanúgy, mint Baranya is, vadgazdálkodási szempontból egy jelentős területekkel bíró, jelentős vadlétszámmal bíró megyének számítunk. A vadhús zsírszegény,
fehérjékben, ásványi anyagokban gazdag, ráadásul antibiotikum származékoktól mentes élelmiszer. Ezért kellene többet fogyasztani belőle. Ehhez megfelelő a baranyai vadállomány és a vadászati háttér. Baranya nagyon jól áll minden szempontban. Egyébként 70, közel 70 vadászatra jogosult van, az azt jelenti, hogy beleértve a nagy mecseki erdőgazdaságot, a bolyzért és a nagyobb cégeket, ezzel együtt vadásztársaságok és üzemi területek összesen 70, ami annyit jelent, hogy 3000 vadász van Baranyában. A vadhús népszerűsítéséhez csatlakozott a megyei önkormányzat is. A vadásztatás, vadászturizmus gazdasági hasznot jelent térségünknek. Aki forgatott már vadászkönyvet a kezében, biztos, hogy már találkozott a Draskovics szarvassal, a Dráva mentén, vagy Csegyei szarvassal más néven. Tehát ennek világhírű, Új-Zélandtól Svédországig mindenhol ismerik a mi szarvasainkat, ez nem véletlen. Úgy gondolom, hogy a vadászat is nagyon fontos a mi megyéknek, hiszen a vadászturizmusra nagyon sokat, sok jelentkező van, illetve sok vendéget fogadunk, nagy bevételek is ez a vadásztársaságoknak. Ennek ellenére kevés a magyarországi vadhús fogyasztás, pedig közvetlenül a vadásztársaságoktól is vásárolhatók ezek az élelmiszerek ma már. Évente 1.200.000 kg vadhús kerülhetne az asztalokra a Baranya megyében terítékre kerülő állományból. Ennek azonban 90%-a külföldre kerül kiszállításra. Tavaly ősz óta tiltja a törvény, hogy valaki életvitelszerűen az utcán tartózkodjon. A szabálysértési törvény szigorítását azonban nem érzékelni. Országszerte januárig 10 hajléktalant állítottak bíróság elé ezen szabály megsértése miatt. A szexádi menhelyre nem érkeztek többen, sőt éppen, hogy jóval kevesebb hontalan emberrel kerültek kapcsolatba a szociális munkások az elmúlt időszakban. A rendőrség pedig az egész megyében mindössze egyetlen alkalommal figyelmeztetett hajléktalant azért, mert az utcán élt. Volt, aki rejtvényt fejtett, más a tévét nézte. Ez a délelőtt sem különbözött a többi hétköznaptól a szexádi hajléktalan szállón. Nincsenek többen, mint amennyien egyébként is lenni szoktak, mondja Szűcs László, intézményvezető. Az elmúlt közel fél évben nem sokat észleltek abból, hogy életbe lépett a szabálysértési törvény, amely tiltja az életvitelszerű közterületi tartózkodást. Szexádon nem jellemző, egyáltalán nem jellemző. Nyilván előfordulnak az utcán, de az, hogy közterületen éjszakáznak, az nem. Szűcs László hozzátette, ők a hajléktalanok számának csökkenését tapasztalják. Tavaly 128 hajléktalan volt Szexárdon, míg korábban 150 és 170 között mozgott a számuk. Én elsősorban arra gondolok, hogy kevesebben csúsznak bele a hajléktalan létbe, több a lehetőség, több a munkalehetőség, illetve a kiút szempontjából is jelentős az, hogyha valaki tud munkát találni, és így a megélhetését tudja fedezni. Más adatok sem igazolják, hogy a szabálysértési törvény tavaly őszi szigorítása miatt több hajléktalan került volna a szállókra. A hidegebb napokon országosan 86-88%-os volt az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. Idén Szexádon sem ért el a 100%-ot, pedig korábban minden télen teltház volt a menedékhelyen, mondja Szűcs László. A rendőrök sem bírságoltak túl gyakran meg valakit azért, mert az utcán él. A hatóság életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október és március között országszerte 338 esetben Tolna megyében egyszer alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. A hajléktalan törvény megsértése miatt egyébként a megyében egy embert sem állítottak bíróság elé, vagy vittek hajléktalan szállóra a rendőrök. A menhely alapítvány munkatársai szerint a törvény miatt azok, akik eddig az utcán éltek, most a rejtőzködést választják. Nem csak a járókelők szeme elől tűntek el, a szociális munkások nehezebben találnak rájuk. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Nem bírnak a házban maradni, elköltöznek a meggyilkolt szexádi kislány szülei. Anya és fia a vádlottak padján, gyermekével járt lopni a szexádi nő. A pécsi mandulafa lett az európai évfája, piknikkel ünnepelték a győzelmet. Hullany szezon, rengeteg vérszívó érte túl az enyhetelet. Egy nap alatt temetés után kedden elköltöztek Szexádról a meggyilkolt kislány szülei. Azt mondták, nem bírtak a házban élni, aminek a hátsó kertjében március 8-án megölték a 6 éves Leonettát. Kisvejkére költöztek rokonokhoz, ám ott csak ideiglenesen maradhatnak, ezért most segítséget kérnek. Nem tudom fölfogni. Na itt valami tíz.
Még most is sokkos állapotban van a közel két hete meggyilkolt kislány édesapja. A 6 éves Leonettát a család házának hátsó kertjénél a patakpartján ölte meg a saját unokatestvére. A kislányt hétfőn temették el. A szülők azt mondják, még mindig őt látják, ha kilépnek a házból, ezért még kedden elköltöztek innen. Sajnos a szülők már nem tudnak itt maradni ezen a helyen, mert itt ölték meg a kislányukat. Ideiglenesen elmennek az édesapám anyósához, kisvejkére, amíg nem találnak egy házat. A szülők tehát rokonoknál kaptak ideiglenesen szállást, ám ott csak néhány napig maradhatnak, és amúgy is vissza szeretnének költözni Szekszárdra, hogy rendszeresen kijárhassanak a temetőbe. Ebben kérnének most segítséget. Ideiglenesen tudnak elmenni egy-két hétre valóban, és utána meg nem tudják, hogy hova menjenek. Annyira kérném őket, hogy segítsenek egy lakhatási helyet nekik biztosítani. És még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy segített és részt vett a temetésen. A 6 éves Leonettától hétfőn délután vettek végső búcsút a szekszárdi újvárosi temetőben. A kislány fehér koporsóját több százan kísérték el utolsó útjára. Anya és fia közösen ültek a vádlottak padján a szekszárdi járási bíróságon. Rendszeresen jártak lopni szekszárdi üzletekbe, ám néhány hónap alatt 4-szer is lebuktak. A 15 éves fiúnak csak ezek miatt kellett felelnie, az anyját viszont kiskorú veszélyeztetése miatt is felelősségre vonta a bíró. Az egyik szekszárdi szupermarketben bukott le az akkor még 14 éves fiú először. Borotva pengéket akart ellopni, ám a kiáratnál lebukott. Büntetőügy indult ellene, de ez sem vette kedvét. Néhány nappal később egy szekszárdi hipermarket üzlet során vágta fel az egyik boltot takaró ponyvát, majd 3 női táskát vett le a benti polcról. Kifelé menet bukott le, és vele együtt a helyszínen levő anyja is a rendőrök kezére került. 3 hónap múlva újra együtt bukott meg a kiskorú fiú és az anyja, ismét lopni akartak. Még ezután egy alkalommal próbált anya és fia közösen lopni, de akkor is lebuktak. Ezekért az ügyekért álltak most bíróság elé. A bűncselekmények 3 rendbeli lopás vétség, ami 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, illetve egy rendbeli kiskorú veszélyeztetése, ami 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kiskorú tolvajnak tehát több rendbeli lopásért kellett felelnie, az anyjának emellett még az ő veszélyeztetéséért is. A nőnek nem ez volt az első hasonló ügye. Az elmúlt években 7 alkalommal indult ellene büntetőügy, szinte minden alkalommal lopásért. A nő most mégis azzal próbált védekezni, hogy soha többet nem tenne hasonlót. Kérem, szíves kérték a felfüggesztett büntetéseket, leírtak alapján, és számunkra egy méltányú büntetést kiszabni. Nagyon sajnálom, és várom, amit tettem. Sajnos a múltat megváltoztatni nem tudom, de az elkövetkező időben igyekszem jól tisztességesen élni. A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő bevallotta a lopásokat, és nem vonta kérdőre a kiskorú veszélyeztetése vádpontot sem, ám így is letöltendő börtönbüntetésre ítélte a fiával lopni járó anyát. 2 év börtönt kapott, a fiút pedig 1 évig próbára bocsátotta. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlottak enyhítésért fellebbeztek. Egyre több a magatartás problémás gyerek, tapasztalják pszichológusok és tanárok. A szekszárdi gyakorlóiskola tanárai folyamatosan továbbképzésekre járnak, ahol olyan új módszereket sajátítanak el, melyekkel kezelni tudják a különböző zavarral küzdő diákokat, ám nem minden oktatási intézmény tud erre kellő figyelmet fordítani. A gyermekpszichiáterek szerint a gyerekek 20-25%-a küzdik mentális problémákkal, például figyelemhiányos hiperaktivitás vagy éppen magatartás zavarral. A szexuális gyakorló óvodában is, iskolában is tapasztalják ezt a jelenséget a tanárok. Mi is úgy érezzük, hogy egyre több gyermek, illetve hát a szülők is küzdenek ilyen problémákkal. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben se a gyermek, se a szülő, se a pedagógus helyzete nem könnyű. Az oktatási intézmény vezetője azt mondja, az iskola tanárai folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, hogy az ott megtanult módszerekkel képesek legyenek kezelni a magatartás problémás gyerekeket. Ilyen az alsó tagozaton alkalmazott 7 szokás módszere. A felső tagozaton pedig az Arizona módszert alkalmazzák a tanárok, vagyis ha a gyerek megszeg egy szabályt, kiküldik az óráról, és csak akkor mehet oda-vissza, ha rájött, hogyan tudna megfelelni a szabálynak.
Nem minden oktatási intézmény fordít ezen zavarral küzdő gyerekek fejlesztésére figyelmet, pedig az iskolák kénytelenek lesznek ezzel foglalkozni, mert a magatartás problémás gyerekek száma egyre nő, mondják szakemberek. Egyrészt azért, mert egyre több diákot küldenek el vizsgálatra, másrészt az elektronikus média túlzott használata figyelemhiányos hiperaktivitás zavart okozhat. Ráadásul az oktatási módszerek elavultak, nem reagáltak a világ változásaira. Ezt mondja Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem szexuális karának dékánja is, aki szerint az oktatási szakemberek már dolgoznak egy új nemzeti kerettanterven, és a szexuális karon is úgy oktatják a jövő tanárait, hogy értsék ezen folyamatok lényegét, ismerjék az új módszereket, és képesek legyenek ezeket alkalmazni. Ez a pedagógus képzés legfontosabb feladata a dékán szerint. Lassan-lassan, nem utolsó sorban, elektronikus média hatására átalakul a tanulás, a gondolkodás, átalakulnak a társadalmi kapcsolatok, és erre rá kell hangolódnia a pedagógiának. Több mint 91 ezer sajátos nevelési igényű gyerek és tanuló vett részt az oktatásban a 2018. szeptemberében kezdődő tanévben, 3200-al többen, mint két évvel korábban. Derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatgyűjtéséből. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Először a Pál utcai fiúk akusztikus koncertjére invitáljuk Önöket. A zenekar ezen az estén egy nagyon különleges műsort fog bemutatni, kiegészülve vendégzenészeivel. A koncerten hallható dalválogatás a Pál utcai fiúk több mint 35 éves múltját egyszerre foglalja össze, értelmezi újra és ünnepli. Hallhatók lesznek dalok a kezdetek kezdetéből és a jelenből is egyaránt, hiszen a készülő új lemezről is eljátszik majd egy pár dalt a zenekar. A tematikus estjeiről ismert Chameleon Jazz Band új műsora, a Popcorn, 2017-ben debütált. Az elmúlt időszakban a koncertet Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Ausztriában is színpadra állította a zenekar. A saját hangszerelésű slágerek finom jazzes beütéssel ugyan, de popzenei alapokon szólalnak meg. Az együttes koncertje április 26-án várja az érdeklődőket Pécsett. A többszörös díjnyertes nemzetközi hírű magyar blueszenész Little G. We Will legújabb, az Egyesült Államokban készült akusztikus lemezének bemutatója április 17-én lesz az E78-ban. A kiváló szólóprogram mellett G. akusztikus zenekarával, nagybőgővel, szájharmonikával és háttérvokalistákkal színesíti majd a műsort, amely igazi blues csemegének ígérkezik. Most a nappal Holt kél bennem, Turek Miklós versszínházi estjére hívjuk fel figyelmüket. Turek Miklós színművész versszínházi monodrámája József Attila utolsó éjjeléről szól. Egy soha meg nem íródott búcsúlevél története, az emberi megvirradás pillanata föld alatt és föld fölött. Az est április 15-én lesz a Művészetek és Irodalom házában. A Nigun európai jazzzenekarként egyedülállóan a közép-kelet-európai zsidó zenét tartja eredőjének. Zenéjükben a hagyomány és a modern jazz olvad egységgé. A Nigun mindig is átlépte a műfaji határokat, leginkább talán a class jazz jelző írja le, milyen irányban gondolkodnak, ám zenéjüket legalább ennyire jellemzi a kreativitás és a színpadon spontán születő pillanatok. Koncertjük a Metronom Jazz Club részeként április 18-án lesz látható és hallható. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Az enyhe tél miatt hamarabb kezdődik a kullancs szezon, és sokkal több vérszívó élte túl az enyhe időjárást, mint a korábbi esztendőkben. Erre figyelmeztetnek a szakemberek. A bőrgyógyász azt mondja, még mindig sokan vannak, akik nem tudják, mit kell tenni, ha kullancsot találnak magukban. A városok környékén is megjelentek a kullancsok, mondják a szakemberek. Bár a csípés ellen nem véd, a rovar által hordozott vírusos agyhártyagyulladás elkerülése ellen az időben beadott oltás a leghatásosabb. De csak ez ellen. A vérszívó által hordozott másik betegség, a borília, avagy ismertem nevén a Lyme-kor ellen nincs védőoltás. 100 kullancsból a boríliával 40-60 fertőzött, a vírussal, avval csak a 100-ból egy. A bőrgyógyász szerint a legfontosabb, ha valaki kullancsot észlel magán, akkor ne ijedjen meg, hanem minél hamarabb távolítsa el.
Ha beszakad a szívóka, nem fertőz, kilökődik magától, nem kell vele foglalkozni. De ha benne marad a kullancs, az 2-3 óra után elkezdi visszaköpködni a nyálával a rengeteg vírus vagy baktériumot. A kullancs eltávolításának többféle módja van. A legegyszerűbb egy cérna használata. Egy cérnát kötni rá, úgy, hogy a bőr meg a kullancsnak a feje közé, a szívóka benne van a bőrbe, és azt óvatosan kihúzni. A szakember szerint, ha valaki nem venné észre a bőrében a vérszívót, viszont a Lyme-kor jellegzetes tünetét, a piros foltot észleli magán, akkor sem kell kétségbe esni, hanem azonnal orvoshoz kell fordulni, mert egy időben elkezdett antibiotikum kúrával gyógyítható a betegség. A helyi értékeket mutatták be Bükkösdön. A Baranyai településen egy 3 napos program keretében előadások és kóstolók várják a résztvevőket. A helytörténeti Szabad Egyetem elnevezésű rendezvényre a bükkösdiek és a környékbeli lakosok érkeztek. Hamarosan egy kiadványt is készítenek a szervezők a helyi termékek minél szélesebb körben való bemutatására. Lóképzés! Többek között erről is beszélt előadásában Armbrust János. A bükkösdi vállalkozó a lovas turizmus lehetőségeit ismertette a közönséggel, akik a helytörténeti Szabad Egyetem című előadássorozaton vettek részt. János elmondta, mivel sok ló van a térségben, egyre több a lovas is, akik minél többet szeretnének tanulni ezekről az állatokról. Ezért is fontos, hogy kihasználják ezt az adottságot a régióban. Hiszen olyan régióban élünk, hogy a környezeti adottságok nagyon sok lehetőséget rejtenek a lovasok számára. Rengeteg túraútvonal van, országos távlovas versenyt rendezünk például Bükkösdön, tehát számtalan lehetőség van, ami pozitív a lovasok számára. A rendezvényen a lovas turizmus mellett képbe került többek között a méhészet, borászat, illetve leginkább a helyi értékek. A 3 napos helytörténeti Szabad Egyetem programjai során több előadással is várják a bükkösdieket és a környékbeli lakosokat. Idén 2-szer fogjuk megrendezni ezt a rendezvényt. Egyrészt a nevében is benne van, Bükkösd helytörténetéről készül egy kiadvány, amit be fogunk mutatni az őszi rendezvényeken, de most a tavaszi, ez a 3 napos rendezvény, ami most zajlik, ebben a helyi értékeket, a helyi sajátosságokat mutatjuk be a településünkön. Az előadások között helyi termékeket is kóstolhatnak a résztvevők. Terítékre került termelői méz, saját készítésű bor és több háztáji finomság is. Szép diadalt aratott Pécs városa. Az Európai Évfája nemzetközi versenyben a Havihegyi templom bejárata előtt álló öreg fa 14 országot maga mögé utasítva első helyezést ért el. A pécsi Janos Pannonius Múzeum természettudományi osztályának Jurassic családi túraklubja által örökbefogadott különleges fánál piknikkel ünnepelték a győzelmet. A szavazást május hónapban bonyolították le. Virágzik a pécsi Havihegyi mandulafa, amely elnyerte idén az év európai fája címet. Ennek örömére piknikkel ünnepeltek szerdán a helyszínen. Reméljük, hogy a érdeklődés nagyobb lesz. Mi egyébként itt lakunk a hegyen, mi sokszor elsétálunk erre, úgyhogy mi sokszor láttuk ezt a fát. Több látogatót, turistát várnak a helyiek a cím megszerzése után, mondja az egyik résztvevő. A szavazási kampány múzeumi szervezői várták a mandulafának szurkoló pécsi lakosokat a piknikre. A múzeumok népszerűsítése volt a céljuk a kampány szervezésével. Megmutatni azt, hogy nem csak a 4 fal között végzik munkájukat. Részben a kutatások helyszíne a terep, részben pedig a környezeti nevelés, ami a múzeum pedagógiával szervesen összefügg és egymásba kapcsolódik a természettudományos területen. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeket minél többet vigyük ki a természetbe, és azt hiszem, hogy annak is köszönhető a fa győzelme, hogy ebben is Magyarországon élen járunk egyébként ezekben a környezeti nevelési projektekben, szerintem európai szinten. A pécsi Janus Pannonius Múzeum természettudományi osztályának Jurassic családi túraklubja fogadta örökbe a mandulafát. Ezért buzdítottak mindenkit a szavazásra. A február 28-án lezárt voksolás eredményét március 19-én ismertették Brüsszelben. 45.132 szavazattal a pécsi mandulafa lett az európai évfája. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát.
Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Márkezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. A Teszed akció keretében tisztították meg Bonyhád várost a diákok és felnőttek. A településen közel 700 önkéntes 23 helyszínen gyűjtött a szemetet. Készül a fotó a szemétszedő diákokról a Bonyhádi Művelődési Ház mögött. Az eligazítást és a zsákok kiosztását követően az önkéntesek elindultak a város 23 pontjára, hogy megtisztítsák azokat. Kartonpapírt és egyéb szemetet szedtek össze a diákok az akció keretében. A városnak sok embert sikerült megmozgatni, mintegy 700 önkéntes gyűjtötte a szemetet. Részt vettek Bonyhád tisztításában civil szervezetek, egyesületek, de az általános iskolák és a gimnáziumok tanulói szép számmal megjelentek. 8. alkalommal kerül országosan megrendezésre a Teszed mozgalom, és a Bonyhád városa első perctől csatlakozott ehhez az országos mozgalomhoz. Minden évben talán csak a tavalyi maradt ki, de az országosan is elmaradt. A kérdésedre válaszolva, nézz körül, már most mennyien vagyunk, nem sokára indulnak a különböző csapatok. A Teszed akció idén március 18-a és 24-e között valósul meg országszerte, az önkéntes szemétszedés keretében felhívva a figyelmet környezetünk tisztán tartására. Csatlakozott a Teszed országos szemétszedési akcióhoz Kárász település szombaton. A Baranya megye északi részén található településen a falut átszelő patak megtisztítása adja a legtöbb munkát a helybélieknek. Hétvégén közel 50-en szedték a szemetet, illetve virágokat, fákat ültettek a kárászi közterületeken. Ültetésre váró növények a vödörben szombat reggel Kárászon. Majd előkerültek a szemetes zsákok is, hiszen a település részt vett a Teszed országos szemétszedési akcióban. Kárászon már a Teszed akció elindítása előtt figyeltek a környezetvédelemre, amit egy civil szervezet kezdeményezett. A patak, ami itt átfolyik nálunk a partoldalait, illetve amit beértünk, azokat szoktuk kitisztítani. Nagyon sok műanyag hulladék található sajnos benne. Az akkori polgármester azt mondta, hogy ha lenne egy kívánság, akkor az lenne, hogy egyszer forduljon meg a folyás irány, hogy vigye vissza a szemetet azoknak, akik beledobálták. A mai napon csatlakoztunk szintén újra ehhez a Teszed szemétszedési akcióhoz, amióta ez létezik, azóta mi mindig megcsináljuk a szemétszedést, és nem csak ezen a napon, hanem az év több napján is. Ma virágokat is fogunk ültetni, illetve fákat, diszfákat, tujákat, és a településen összeszedjük a szemetet. A szombati akcióban mintegy 40-50 helybéli vett részt. Őket a nap végén Bakújással vendégelte meg az önkormányzat.
Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Művészetek Palotája és a Pécsi Kodály Központot működtető Zsolnai Örökségkezelő szerdán. A két kulturális intézmény között eddig is volt megállapodás, amit most újabb 3 évvel hosszabbítottak meg. Ez alapján fogadják egymás produkcióit, így továbbra is fellépési lehetőséget kapnak például a Pannon Filharmonikusok a fővárosban. Közös munkájuk eredménye, hogy nemzetközi sztárokkal Puccini előadást tartanak a Művészetek Palotájában, majd Pécset április 2-án. Nagyon boldog vagyok, hogy egy 4 oldalú megállapodás, ugye a MÜPA, a ZSÖK, a Pécsi Balett és a Pannon Filharmonikusok, 4-en összefogtunk, és külön-külön kevesek lettünk volna, hogy egy ilyen nagy projektet fölöleljünk, ezért fogtunk össze. MÜPÁ-ba lesz az első előadás, aztán ide lejön a Kodály Központba, itt lesz a második, és el fogunk menni egy Puccini fesztiválra, a Torre del Lago-ba, a híres Puccini fesztiválra, ahol a világ legnagyobb impresszáriói lesznek ott, és nagyon reménykedünk abban, hogy külön-külön esetleg felfedezik a Pannon Filharmonikusokat, a Pécsi Balettet, és további projekteket tudunk majd ebből fakadóan létrehozni. Halalakú sütit és balatonszeletet kaptak azok a horgászok, akiknél az ellenőrzés során mindent rendbe találtak a halőrök. A halak napján ilyen kedvességgel is készült a Balatoni Halgazdálkodási ZRT. A fiatalok pedig interaktív előadásokat hallhattak a balatoni halfajokról és a horgászat szépségeiről. Érdeklődve hallgatták a középiskolások a balatoni halfajokról tartott előadást a Siófoki könyvtárban. A szakemberek azt mondják, gyermekként nagyon sokan kipróbálják a vízisportot, de aztán kamaszkorban alább hagy az érdeklődés. A Balatonon több mint 10 000 gyermekhegyet váltó horgász van, de ott megtorpan valamiért. Az ifjúsági korúak, ez a 14 és 18 év közötti korosztályból kevesebben horgásznak. A horgászvizsga maga eltántorít sokakat sajnos. Próbáltam ezt is itt most kidomborítani, hogy nem kell félni a horgászvizsgától. A mi horgászegyesületünkben például tartunk felkészítőt is, ezzel együtt könnyedén át lehet menni ezen a vizsgán, és utána is lehet tovább szabályosan horgászni. A halak napján nem csak előadásokat tartottak a Halgazdálkodási Társaság szakemberei, hanem jutalmazták azokat a horgászokat, akiknél az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Ma van a halak napja. Halak napja. Minden évben egyszer halak napját ünneplünk. Szépen. És arra az esetre, hogyha nem fogna, mi hoztunk többféle halat is, úgyhogy szeretném megkínálni vele. Mille Sándor hetente 2-szer kisétál ide a Balatonföldvári kikötőbe, a jófogás reményében. Több borát tölt el a kikötő stégjén, mint mondja, az ellenőrzések egyáltalán nem zavarják. Többszörre ellenőriznek. Én nekem éves területi jegyem van, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy már idestova, ha jól számolom, akkor olyan 50 éve ide járok. A szakemberek és a halőrök azt mondják, a helyi és ide látogató horgászok többségével általában nem is szokott probléma lenni. Évente durva 70 ezer horgász van a Balatonon, abból 250 emberrel van problémánk évente, tehát azt tudom mondani, hogy elenyésző a szám. Még hogyha ezt felszorozzuk egy párral, amit ugye a halőr kollégák nem vesznek észre, nem akkor vannak szolgálatban, akkor is azt tudom mondani, hogy egyébként amúgy minden, tehát nagy rendben van a Balaton környéken horgászati szempontból. Hogy ez így is maradjon, annak érdekében április-május hónapokban, amikor igazán beindul a horgászturizmus, egy újabb jutalmazó akcióval hívják fel a figyelmet a szakemberek a horgászrend betartására. Intenzív szórakoztató testnevelés órával is készül a Ferencvárosi Torna Klub a tanintézményekben. A MOB Fairplay díjas Fradi Suli program továbbfejlesztéseként jött létre a Fradi testnevelés óra, amely során a klub utánpótlás edzői és a játékosok járják az ország általános iskoláit. Egyházas kozára a kézilabdázók érkeztek. Kökény Beatrix, Szarka Éva, Szemerei Zsófi és Olá Tamás. Melyik gyerek ne örülne annak, ha ők tartanák a testnevelés órák? A Fradi Suli program keretében hazánk egyik legnépszerűbb klubjának kézilabdázói és edzői érkeztek Egyházas Kozárra, hogy játékos foglalkozást tartsanak az általános iskolásoknak. Az a lényeg, hogy mozogjon, nem marad le semmiről, tehát mondjuk a 10 évesen kezden el kézilabdázni, akkor sem maradna le, de nagyon fontos az, hogy ezt az életmódot megtanítsuk nekik szülőként, és esetleg testnevelő tanárként, vagy pedagógusként, vagy edzőként is ezt a szemléletet már kicsikortól kezdjük el nevelni, mert akkor teszi magáévá, és akkor fog esetleg hosszabb távon is egészséges életmódot is sportolni.
A Fradi Suli program 2015-ben indult, és két év elteltével a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díjjal tüntette ki. 2018. októberében a klub együttműködési megállapodást kötött a Magyar Diáksport Szövetséggel, azzal a nem titkolt céllal, hogy szakmailag továbbfejlesszék a programot. A közös munka eredményeként indult el a Fradi testnevelés óra, melynek egyházas kozár volt az egyik állomása. Van egy jó ismerősünk a Ferencváros labdarúgó csapatának, a kapusa Dibusz Dénes, ugye Baranya megyéből származik. Vele vettük fel a kapcsolatot, és rajta keresztül egyszer már két éve volt egy Fradi Suli program Bikalon, és azóta tartjuk a kapcsolatot, járunk fel mérkőzésekre egy évben kétszer, és most ők már másodjára vannak nálunk. A Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyházas kozár Bikali tagintézményébe összesen 107 tanuló jár. Összetartó, jó közösség az iskoláé. Mert mi is nagyon szeretnénk, hogyha még lennének gyerekek, még több gyerekből lehetne választani, még több gyerek járna sportolni, még több gyerek lenne olyan, aki azt mondja, hogy ő szereti ezt csinálni, és szeretne hozzánk csatlakozni, és a Hegyhát KSC-vel, mert ez a nevünk, eljönnének velünk, és meccsekre járnánk, és játszhatnánk itt a Komlótól a Mohácsig, Szentlőrincig, mindenféle csapatokkal. Úgyhogy szerintem ez egy nagy élmény most a gyerekeknek, és remélem ennek lesz olyan következménye is, hogy valamilyen szinten megmozdul a környék, és reméljük, hogy egy pár lány még csatlakozni fog hozzánk. A Fradi testnevelés órát nem csak a gyerekek, hanem a játékosok is élvezték. Én nagyon jól éreztem magam személy szerint, én nagyon szeretek a kisgyerekekkel dolgozni, és magamból kiindulva tudom, hogy nekik is ez mekkora plusz lehet, és mekkora feltöltődést adhat. A Fradi Suli program sikerének köszönhetően számos magyar lakta településre eljuthatnak az edzők és játékosok a mai 6-18 éves generációhoz, és megismertethetik velük a klub történetét és értékeit. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!